Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Döntés az ingatlan piacon. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, amelyiknél bármelyik könyvemet felmutatod, augusztus 28-án a Győri Iparkamarában be tudsz jönni az egész napos saját ingatlan birodalom építése című előadásomra, úgyhogy várlak szeretettel. És nem csak a könyvet kell felmutatod, hanem most fel is kell iratkozni, és biztosítsd a helyed az előadáson, mert különben nem fogsz tudni bejönni, hogyha nem szerepel a neved, úgyhogy várlak szeretettel, kattints és iratkozz fel most. Na, szóval a döntés az ingatlan piacon. Itt azt akarom kihozni, hogy mindig a döntésképes emberrel tárgyalj, ez a legfontosabb. Én azt az elején még üzletkötő koromba szívtam be sokszor, hogy féltem lezárni az ügyletet, tehát magyarul féltem rákérdezni, hogy aztán van-e pénze, meg hát mit tudom, tehát hogy féltem megkérdezni, féltem, hogy nemet mondanak egyszerűen. És nagyon sok ingatlanos van ugyanígy, hogy végig skálázza az egész történetet, akár órákat beszélget, mire nagy nehezen esetleg kiderül, és nem ismer egyenesen rákérdezni, hogy egyáltalán, hogy jaj, és akkor szinte megkönnyebbült, hogy nem mondtak neki nemet, hanem majd visszatérünk rá. Oké? Viszont rájössz, ha majd annyi idős leszel, mint én, hogy bizonyos az idő azért drága, és sajnos túl gyorsan telik. És ezért ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, hogy nem merek rákérdezni, tehát én már telefonban rákérdezek, és ezt javaslom neked is, hogy ön dönt az ingatlan vásárlásról, vagy a bérbeadásról, hogy bérbeveszi az ingatlanom, és akkor mondja, hogy igen vagy nem. Ha az mondja, hogy nem, akkor ki dönt? Hát én és a feleségem. Akkor kérem, hozza magával a feleséget is. Oké? Ez a minimum, amit meg kell tenned, mert ha két ember döntésképes, vagy legalábbis nem a döntésképes emberrel tárgyalsz, az tulajdonképpen mire hazamegy, az csak annyit hall, hogy hú, én szívem megnéztem egy ingatlan, szerintem tök jó lesz, ó, hagyjál már, vidd le a szemetet. És át is léptek a dolgon. Te meg tépted ott magad egy-két órán keresztül, és azt hitted, hogy milyen jól elbeszélgettünk, hú, majd ő tök ideális bérlőm lesz, vagy hú, ő biztos megveszi az ingatlanom, és közben meg lesett esznek, vagy le se tolnak magyarán, szóval és nem is érdekel, az se érdekli őket, hogy te világon vagy. Ez sajnos így működik, úgyhogy amennyiben ingatlant árulsz, és most ingatlan körzetítő vagy saját ingatlan tárulsz, tedd fel telefonba a kérdés, hogy ki a döntésképes ember, mikor időpontot egyeztetsz, és akkor mondja, hogy én és az asszony, melyikük jön el, remélem akkor mind a ketten. Hát nem csak én, nem, arra kérem önt, hogy jön el a felesége is, mert ha dönteni kell, akkor döntsünk együtt. És nem jó az, hogy majd hazamegyek, majd később majd megbeszéljük, hanem akkor legyen ott a dönt. Ehhez ragaszkodj. Ha ő azt mondja, hogy hát ezt sajnos nem tudom megoldani, akkor ne haragudjon, akkor hagyjuk egymást, mert onnantól fölösleges időtöltés mindkettőnk számára. Valóban így van. Amikor kijönnek, én bizony az elején rá szoktam kérdezni, döntésképesek, igen, oké, amennyiben tetszik önöknek ez az ingatlan, hogy kívánnak fizetni? Nem a zsebébe turkálok, és én azt kérdezem, hogy van annyi pénzed? Oké? Tehát nem ezt kérdezem tőle, de azt igenis meg kell, hogy kívánnak fizetni, mert vagy azt mondja, készpénzben megoldjuk, vagy hát készpénz és hitelkombináció, vagy a szülők összedobják. Érted? Tehát ott nem a zsebébe turkálsz, de igenis azt rá kell kérdezni, hogy ő ki tudja ezt fizetni. Mert lehet, hogy hát nem tudom, következő mondat, hát ez össze el kell adnunk az ingatlanunkat, és majd utána. Ott le is zárhatod a beszélgetés, mert az lehet, hogy egy év múlva lesz belőle valami. Viszont nyugodtan mondhatom, hogy én ezt jó párszor hallottam ezt a mondatot, de ezeknek az embereknek én soha az életben nem értékesítettem ingatlant. Egyet sem. Ha te igen, mert ingatlanos vagy, akkor írd meg alattam, de én ezeknek az életben sem. Ugyanis ő nekik ez még csak érdeklődés. Mire ő az ingatlanát esetleg eladja x időn belül, addig az enyém is talán el van már adva, tehát hogy nem tudunk velük találkozni, jó? Ezeket a kérdéseket igenis a minimum, hogy kérdezd meg. Ha ingatlan közvetítő vagy, akkor meg kutya kötelességed megkérdezni, mert teljesen felesleges a statisztikát nyomni, amikor már az elején látszik, hogy ebből semmi nem lesz. Lehet, hogy a főnöködnek kell, de neked tulajdonképpen a hó végén mi kell? Az, hogy a bankszámládon legyen annyi pénz, hogy te kényelmesen el legyél belőle. Viszont ha nem a döntésképes emberrel beszélsz, akkor sajnos ez sem lesz meg, és úgymond csalódottan fogsz távozni az ingatlan piacról, ne ez legyen. Úgyhogy ezért is érdemes például eljönnöd az előadásomra, mert körülbelül ez a 20. videó most már, és csak arról beszélek, amiről majd az előadáson fogok, csak sokkal hosszabban és részletesebben. Úgyhogy kattints, iratkozz fel, mutass fel a könyvemet a bejáratnál,
és legyél ott. Szia!